Újra itt vagyunk, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Premier League negyedik adása, és hát ma sem mondhatjuk, hogy túlzottan unalmas témákban nyúlunk bele a műsorban, nagyon finom kis menü az, ami itt van előttem, de előbb bemutatnám a már jól ismert társaimat, nem hiányozhat Liverpool képviseletében Sós Márk a műsorból. Sziasztok! Az Arzenállal együtt ég ma Szabó Pét. Hello! És hát sajnos a Dinamót is képviselnie kell valakinek, Szalkai Balázs is itt van velünk. Az egyedüli vidám, sziasztok! Én meg a Manchestert képviselem, engem Sziklai Attilának hívnak, és hát melyik témával kezdjünk? Hát szerintem kezdjük a te csapatoddal, Attila. Az én csapatommal? Ja igen, tehát hogy Michael Coxnak válaszoljuk meg az életét, mert... Pete szerint ő azért szeret belerúgni a Manchester Unitedbe rendszeresen, de most nem tudom, pár napja volt egy posztja, amiben ugye azt írta le, hogy ha Bruno Fernandest kivesszük a Unitedből, akkor gyakorlatilag egy ilyen nagy fekete krátert találunk a helyén a Unitednek a csapatában, ami hát azért valljuk be, nem biztos, hogy innen kéne szerintem egy Michael Coxnak a világ egyik, talán egyik legjobb szakírójának indítani egy tweetet, ott azért megkapta rendesen a kommentekbe, hogy jó, és akkor mi van, hogy ha a Cityből kivesszük De Bruyne-t? Nem rossz elérése volt. Ugye, bocsi, annyi, hogy azt láttuk, hogy milyen az, amikor a Cityből kivesszük De Bruyne-t, ugye így megnyerték a bajnokságot 98 ponttal, csak ugye ott van egyfajta játékos a csapatnak, meg nyilván vannak még rajta kívül is jó játékosok, egyébként a Manchester Unitednek is vannak még Bruno Fernandesen kívül jó játékosai. Csak picit az látszik, hogy ezek a játékosok nem nagyon működnek, hogyha nincs ott Bruno Fernandes, mert hogy nincsenek belerakva egy szerkezetbe. Azt azért tudjuk Szósáról, és azt szerintem nagyjából már így unalomig van ismételve, hogy egy dolgot azt nagyon jól tud, hogyan kell seggelni meg kontrázni, és a Unitednek erre megvannak a játékosai, hogyha esetleg már egy komolyabb védelemmel találkozik a United, azt láthattuk még Fernandes érkezése előtt, hogy a Bournemouth levédekezte a Manchester United-et, tehát a Bournemouth az elődő szezonban, amelyik hát köztudottan nem tudott sohasem védekezni, de azért akkor sikerült az ellen United-en, amiknek nyilván még akkor Jesse Lingard meg András Pereira volt a tízes, hát ehhez képest azért Bruno Fernandes elképesztő upgrade volt, és nekem itt az volt a kulcs, hogy ő a Sportingban is egy hasonló rendszerben játszott, tehát hogy volt a csapat, azon belül Bruno Fernandes és semmi más, tehát mindent rájátszottak, mert ahhoz képest meg nagyobb ugyanezt kell nyújtani a Manchester Unitedben is. Szerintem erről hétfőn is beszéltetek, hogy a West Ham ellen ott az első fél idő, amikor Solskjaer úgy döntött, hogy a kulcsfontosságú BL mérkőzés, amit hát sikerült szintén elveszíteni, ugye itt a Lipcsán arra pihentette volna Fernandes, de hát fél időben be kellett hozni, és beállt is 8 helyzetet alakított ki, tehát elképesztő a csávó, mert a káoszt azt nagyon jól magáévá tudja tenni, és ha jól emlékszem, talán Kelejaneknak volt egy olyan megjegyzése, vagy egy olyan tweetje, hogy Fernandes nem élne ennyire, hogyha őt olyan rendszerbe raknám, mint De Bruyne-t, mert ő abban már elveszne. Tehát ő nem annyira fegyelmezett, és az, hogy ő tud mérkőzésenként 8-szor, 9-szer, akár 10-szer is kockázatosat húzni, akár az, hogy 30-ról ellövi, vagy hogy egy 40 méteres Hollywood passzt ad, mint ami ugye Steven Gerrardnak is a sajátja volt, az belefér, mert gyakorlatilag ráépül a Manchester Unitednek a kreatív támadójátéka. Hát ha majd felhoztunk régi legendákat, akkor Özilt is megemlíteném. Mert... nagyon jó, hogy mondom, meg akartam fordítani a kérdést, tehát, hogy mit kapsz akkor, ha az Arzenából kiveszed Mesut Özilt? Látjuk, hogy mit kapunk, gyakorlatilag szerintem Bruno Fernandesnek a helyét. Hát szerintem az az érdekes Özillel is, meg Fernandese is, hogy a klasszikus tízesek a mai fociban, ami gyakorlatilag eltűnt, tehát ugye már nincsenek tízesek, nem engedik ezt, pont azért, mert a tízesek védekezésben kifejezetten gyengék általában, nagyon kreatívok, nagyon szabadon vannak engedve a támadásban is, és nem erről szól a mai modern futball. Szóval szerintem ez a probléma itt Fernandes körül is, hogy most ebben nagyon jó, de ha beleraknám mondjuk egy Citybe és egy klasszikus 8-as kéne játszania, és néha besegíteném mondjuk felfutó védők mögé, hát az nem menne neki, de ebbe viszont parádésan játszik, és annyira kiemelkedik egész Unitedból, hogy az tényleg le a kalappa. Nem gondoltam valamikor a Sportingba idejön, hogy ennyire felforítja az egész Premier League-et. Hát pláne, aki mondjuk látta őt a Sampdoriában játszani, ugye még amikor leigazolta őt a United, emlékszem, hogy Bamstar TV-vel beszéltünk egy pár, hogy ő azért belefutott egy párszor Sampdoria meccsekbe, és látta, hogy Bruno Fernandest játszani, hát még nem látszott benne az a klasszis, idézőjeles klasszis, mert mondom, aki nagyjából ennyire
szabadon tud csak élni, bár még nem láttuk ennek az ellenkezőjét bizonyítottan, azt még a klasszis jelzővel ne feltétlen lássuk el, de a Unitednek egy nagyon fontos játékos ennek ellen, sőt, a legfontosabb játékosa, és szerintem a Unitedről sok mindent elmond, amikor Fernandesnek gyakorlatilag a saját tér felére kell visszalépegetni a labdáért, ugye a bal hátvét helyére szokott ő gyakran visszajönni, és ott próbál kombinációs játékkal előny kicsikarni a csapatának, de hogyha ő nincs a pályán, akkor nincs senki, aki ezt tudná csinálni, vagy ezt a szerepkört sehogy sem tudja pótolni a Manchester United. Igen, hogyha kiveszed a csapatból a legjobb játékosodat, az meglátszik. Viszont hogyha attól, hogy kiveszed, attól még kellene látszódnia annak, hogy mi az elképzelés, amit mondjuk a legjobb játékossal együtt tudnál játszani. De hogyha maga a játékos az elképzelés, ott szerintem problémák vannak. Ja, egyébként ugyanígy. Vagyis hát hasonlóan így magyarázta Cox is. Igen, egyébként Coxot, bocsi, meg kell védenem, tehát ez nem az, hogy bebefögött egy olyat, hogy a United Fernandes nélkül szar, ami egyébként egy helyes megállapítás az eseteknek a túlnyomó többsége, amikor nem seggelni kell, de akár még akkor is, hanem ő azért már elég sokat írt erről a témáról, és én elhiszem, hogy nem akarja mindig ugyanazokat a köröket lefutni, ismerős ez a teher. De ez az ilyen, ebben az idényben egyébként ilyen, tehát akár a hétfői adásokban, akár egyébként itt is, amikor felmerül ugye a Unitednak a milliója, akkor ugyanoda tudunk visszajukadni, és egyébként talán ez volt a legjobb megfogalmazás, hogy így uralni tudja a káoszt, vagy ő maga a káosz, ami ott éppen valami felé mutat. Az előző szezon után, illetve itt az előző szezont követően ugye beszéltünk arról, hogy mennyire más volt, amikor ugye Fernandes és Pogba is ugye ott tudott lenni, az volt egy komoly szint emelkedés a Unitednál. Most érdekes módon Pogba ebből kikopott, vagy kikopni látszik. Ilyen-olyan okokból kifolyólag. Fernandes viszont maradt és továbbra is tündököl. Az számomra egy jó kérdés, hogy amikor a többi csapatnak is mondjuk lesz egy lélegzett vételnyi szünet a nagy rohanásban, és az nem lesz idén. Nem lesz, igen, ez majd. Nem igazán. Akkor, és jobban kielemzik ezt a részét, és még inkább oda fognak figyelni, akár embereztetni is Fernandessel, akkor mi lesz ezzel a United-del? Igen, egyébként ez érdekes, hogy még ezt nem nagyon láttuk, hogy gyakorlatilag embert állítottak volna Bruno Fernandesre. José Mourinho-nak volt anno az egy nagy fegyvere, hogy Eden Hazard szemben, amikor ő volt a Manchester Unitednek az edzője, akkor Ander Herrera állította rá, hogyha jól emlékszem, illetve ami hasonlóval... Messi, Pepe is ilyesmi felsejelent. Igen, azért. Illetve hogyha nyomokban... Kicsit más korhatáros besorolású műsorról beszélünk. Illetve nyomokban szerintem hogy az Arsenal alkalmazta talán ezt itt az Old Traffordon, hogy az utolsó mérkőzés, amit az Arsenal megnyert a Premier League-ben, amikor az Old Traffordon legyőzték a Unitedet, és ott gyakorlatilag Elneny követte mindenhova a pályán Bruno Fernandest, akinek tényleg nem is volt szerintem egy értelmes megmozdulása azon a meccsen. Még egy dolog szerintem a játék kapcsolat, hogy azért nagyon él Fernandes, mert ott egy Rashford neki, aki folyamatosan futja azokat a folyosókat, aminek tud lőni. És ez elképesztően jól működik a Unitednél. Nekem ami hiányzik kicsit a másik oldal, tehát a Greenwood, szerintem Greenwood nem is jó oda, jobb szélre, de ettől függetlenül, hogy nincs az ember, aki megfúsa azokat, és a csatár pozíció előtte az, ami nem jól működik jelenleg. Ja, hát Martial, ez egy tragédia ebben a szezonban. Sajnos tehát ez... a Cavani-nál azért látszott, hogy ő legalább tud mozogni a boxon belül. Martial jól néz ki a boxon kívül szerintem csatárként, de azon belül azért hát vannak hiányosságai. Sőt, a partvonalon kívül is mostanában jól néz ki, de viccet félretéve, egyébként ha már felvettetétek ezt a hasonlatot, ugye Hollywood pass meg, akkor én inkább azt mondanám, hogy Hail Mary-k, mert úgy néz ki most jelenleg ez a Manchester United, mint egy amcsi foci csapat. Van egy jó védekezés, akinek vigyáznia kell Fernandesre, meg van az a néhány elkapója, aki meg befutja azokat a területeket. Na most látni szoktuk, aki néz mondjuk amcsi focit, hogyha kiesik az alapirányító, vagy azok, akik ezeket mondjuk elkapják, akkor tényleg dugába dől egy egész szezon. Jó, hogy így mondtad egyébként Pogbának a nevét, mert most az mikor még a... Hát most a Lipcse meccs előtt robbant a rájól a bomba. Igen, ezt akartam, tehát a Lipcse meccs előtt volt-e vagy utána, tehát hogy a drága jó Mino Raiola, mindenkinek a kedvenc játékos ügynöke, legalábbis a klub tulajdonosok szerint, ő nyilatkozta elég erősen, hogy Pogbának ugye ennyi volt a Manchester United-es kaland, de aztán a más a Lipcse elleni kiesés után meg volt megint egy nyilatkozat, vagy nem tudom, hogy keverem valamivel, az csak így följött Twitteren, hogy akkor meg teljesen más mondott, hogy marad. Nem magyarázkodás jött utána rögtön, tehát hogy ezt nem is így értették, nem is így gondolták meg, nem egy végleges döntésnek, hanem ott csak úgy ott éppen, az már ilyen mismásolás volt, legalábbis amit egyébként szó szerint valóban nem ezt meg így fogalmazta meg Raiola, csak hát nyilván a sajtó ezt így értelmezte. De ez már nem először van ilyen. Ja, hát Raiolának persze, csak a kedves United szurkolók így
tudom, hogy nagyon szeretnétek Haalandot a csapatotokba tudni, de van egy rossz hírem, hogy neki is rájól az ügynökem, úgyhogy nem biztos, hogy ez össze fog jönni a közeljövőben. Teljesen ellenevök minden szuper ügynöknek, akik itt a mai focit uralják. Ki a Csurapsian? Igen, hasonló neveket még el lehetne mondani, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy rájólának az érdeke, az egyrészt van egy sajátja, és van a focistájának a... Bocsánat, azt hittem, itt pont lesz, tehát hogy van a sajátja. Nem. Szerintem még Pogbának is van egy érdeke, és ezt is képviseli Raiola, mert azért a United jelenleg ugye az Európa Ligába fog vitézkedni. A bajnokságért nem küzd, azért egy Paul Pogba szintű embernek, ami láttuk, hogy van olyan szinten, hogy néha azért világklasszis is tud lenni, azért ez nem az a szint, amit el szeretne, azt gondolom, érni. És ő elkezdi azt a nagyszerű kampányt, hogy akkor nagy gyerekek lehet vinni Pogbát. Itt van, jön az évvége, és akkor lehet vinni. Szerintem neki ez egy játék, amit most újra kicsit bedobja a sajtóba, újra lehet ezen csámcsogni, hát ha valaki ezt fölveszi. És azért tudjuk, azt gondolnánk, hogy ez nem sokat mozgat, de szerintem a szurkolók nagyon sokat mozgatnak. Nagyon sokat fontos az, hogy a szurkolótábor mit szeretne. Ha eléged a szurkolótábor, akkor mindenki olyan nyugodt egy klubnál. Ha nagyon lázonganak, akkor meg mindenki elkezd parázni a dolgon. Azért Reálnál is lehet látni jelleget például. Hát igen, mondjuk ez az átigazolósdihoz, hogy amikor legutóbb megszellőztették ezt pont Pogbával kapcsolatban, akkor ugye a következő fél évben nagyon komolyan összekapta magát, meg ugye visszakerült a kezdőbe, és akkor az egyik legjobb fél évét tudta magáinak. Jelen esetben persze odébb van még a fél év, de én nem látom például most egyáltalán ezt, hogy ez a Pogba megint olyat tudna villantani. Ez a Pogba villantott egy nagyot, miután már megjelentek pletykák. Ez mindig olyan érdekes, mert egyébként Pogba soha nem volt rossz a Unitedben. Tehát ő jutatta a legtöbbször a támadó harmadba a labdát, 16-osan belülre a labdát. Volt, hogy a legtöbb helyzetet is ő dolgozta ki a csapatból, csak Pogba egy ilyen érdekes személyiség, és így nagyon könnyű belőle bűnbakot csinálni, mert hát ismerős frázisok, hogy nem küzd, nem hajt, nem fut eleget, tehát ja, ezeket már hallottuk bizonyos... Ismerek egy török szőnyegárust, akiről ugyanezt mondják. Igen, nem teszi oda magát eléggé, csak hát azt most annyit sikerült szajkózni, hogy ebben a szezonban Pogba tényleg szar lett. Úgyhogy gratulálok. Ő elhitte ezt. Egyszerűen is elolvasta a híreket, és basz meg ezt írják. Még önmagához képest lett rosszabb, tehát még mindig azért, hogyha választanom kéne, hogy kit rakok be a középpályára, mondjuk McTominayt vagy Pogbát, akkor lehet, hogy... Attól függ, ki van mögötte, nem? Igen. Ez tehát... sokat számít. Én meg egy dolgot hoznék be, amit sokan mondnak a United-del kapcsolatban, és itt azért az oldalon is elég sok cikk született már erről, hogy mennyire fontos az, hogy a klubnak a teteje nem néz ki jól, és ez a probléma. Én pedig ezt annyiban challenge-elném, hogy... Ez ismeretlen érzés számomra. Igen. Mint United szurkolónak. Mint United szurkolónak főleg. Igen, de azért mondjuk Liverpool szurkolóként ugye 10 éve van itt az FSG, gyakorlatilag a csőtől mentette meg az egész csapatot, hogy felvásárolták, és akkor elkezd, itt van, ugye 10 éve, de Klopp csak 5 éve van itt. És az első 5 éve, de nem nézett ki jól. Tehát, hogyha rendben van a teteje a klubnak, ami tök jó, a recruitment jobb lehet, az akadémia jobb lehet, a játékos kiválasztás talán jobb lehet. Szóval vannak dolgok, amik jók, de amíg nincs ott egy jó edző, akinek van elképzelése, hogy mit szeretne csinálni, addig azért a pályán ez nem lesz meg. Tehát én azt mondom, hogy igen, tök szerintem is rendbe kell rakni United tetejét ahhoz, hogy ez egy prosperáló klub legyen, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, és a pályán is ennek látszódjon az eredménye, ahhoz egy edző is fog kell lenni. Solskjaerről pedig szerintem egyre többször kiderül, hogy ő nem az az edző, aki ezt meg fogja adni a Unitednek. Igen, csak itt jön képbe még egy dolog, ugye, és ez itt aztán tényleg visszakanyarodva az amerikai sportokhoz, ugye a jelenlegi tulajdonosoknak ugye több egyéb érdekeltségű csapata is van, és ők azt az amerikai brandépítésnek a példáját hozták ide a Unitedhez, és ameddig mondjuk a United a világ egyik, hanem ugye most az elmúlt két évben ők voltak a legértékesebb klub, és ameddig ez brandként működik meg, addig gazdaságilag jó számokat hoz, és évről évre jó számokat hoz, és legalább mondjuk az egyik nemzetközi kupában el tudnak indulni, addig ők elégedettek és hátradőlnek. Na most ez jó egy amerikai üzletembernek, és most nem felt, vagy bármilyen üzletembernek, míg egy foci szerető közösségnek, főleg egy Anglia szempontjából ez meg nem jó. Ezt egyébként nem így láttam, tehát nem hiszem, hogy a Manchester United-nál tulajdonosok elégedettek azzal, hogy mondjuk minden évben a negyedik helyett küzdenek. Egyébként erre ebben a szezonban is minden esélye megvan a Unitednek, tehát én nem lepődnék meg, hogyha odaérnének valamelyik BL helyre, mondjuk elsősorban a negyedik helyre, de a Manchester United a legnagyobb globális brand a futballban a Real Madrid mellett. Neki kell az, hogy a United sikeres legyen ahhoz, hogy ez meg is maradjon. Persze most még jól néz ki az, hogy 10 év múlva nem ugyanígy állnának hozzá, mindig negyedik most meg. Szerintem így áll, ez meg. Már csak bemondásra megy. Ne mondjátok már, hogy így. Ne haragudj, Attila, nem akartalak orba. Felhúzni. De nekem nem mondjátok, hogy orba szájba vásároljuk a United mezeket. Nem szoktál vásárolni? Nem.
Az utolsó United mez, amit vettem, az, az kantónás volt. Nem ma volt. Na, haladjunk. Vagy még Unitedről beszéljünk, mert ugye az előző adásban nem beszéltünk. Nem akarjuk, eleget, hogy tovább szenvedjük. Egy dolgot megemlítenék, a Van de Beek kérdést. Igen, a Liverpoolos persze. Én azért még szúrnék pár helyre. Igen. Szóval, klasszikusan Van de Beek az, akit megvettek. Egy nagyon jó rendszer spíler szerintem a srác, aki nagyon jó abban, amiben ha valaki használná. Tehát mondjuk támadó 8-as nagyon szépen játszani, egy City-be parádésan néz neki, mert olyan helyeken fut meg, hogy az elképesztő, bármikor látszik, akkor nagyon jó helyekre megy, mindig a középső hátvéd és a szélső hátvéd közé mindig futja meg a területeket, üresbe lehet rakni neki a labdát, de Fernandes mellett nem működik, tehát az úgy nem megy, hogy egyszerre fel vannak a pályán, mert ugyanazok a területeket keresik folyamatosan szinte. Mellette pedig, ha meg nincs ott Fernandes, akkor meg ő nem tudja azt csinálni, hogy megkapja a labdát és osztogatja, ő nem ebbe jó. Csak azt látom, hogy akkor most vettek olyan játékost, jó sok pénzért, bár még azt mondom, hogy egész normál áron is, vettek játékos, 40 környékén, de hogy vettek egy játékos, akit igazából nem tudnak használni. És egy ilyen backup opció, de Fernandesnek nem jó backup opció, most akkor a másik középpályára nem tudod, más helyre nem tudod elhelyezni, mert ezt a 2-1-et játsza, tehát a 3-2-1-et játsza itt, tehát 4-2-3-1-et játsza, igen, a Manchester és ennek a középső posztján legyen jó Van de Beek is, mint ahogy Fernandes is, tehát én nekem itt vannak a problémák, hogy az edző se elég jó, és igen, a recruitment se elég jó, mert egyszerűen nem, mintha nem beszélnek egymással. Igen, tehát szerintem ez a nagyon sokszor citált dolog, hogy egy klub akkor működik jól, hogyha van egy alkalmas vezetés, aki mondjuk a toborzást le tudja vezetni, a pénzügyi részét jól tudja vezetni, és emellé mondjuk van egy edző, aki jobb esetben a klubnak a kijelölt filozófiáját tudja érvényesíteni, vagy egy picivel rosszabb esetben van egy saját filozófiája, amihez a klub megfelelő forrásokat tud biztosítani. Hogyha ez megvan, akkor van egy jól működő klubunk, szerintem a Unitednél a kettő közül egyik sincs meg jelenleg, de van pénz, és ez úgy nagyjából a felszín fölött tartja őket. Hát ebből jössz 5 éve, hogy ezt mondod. Na, akkor... Téged is a felszín Miki fölött tart a United. Engem is a felszín fölött tart a United. Köszön... Hát, csak, hogy az arzenális globális brand lesz. Köszönöm a Glazeréknek, Ed Woodwardnek és Ole Gunnar Solskjaernek. Így van, és természetesen a Krönki családnak, mert hát az ő esetünkben is azért párszor elmondtuk az elmúlt években, hogy kéne egy jó vezetés Londonban. Na mindegy, következő témára szerintem lovagoljunk át. Pete kérte, valamiért, nem tudom. Evertonról szeretne beszélni, mert hogy milyen jól indultak, aztán mennyire nem jól folytatták ez a James, meg a... Jót mondok? Ő. Az jó csapat. Jó. Én nem nézek meccseket. Meg nem a LeBron, meg az a másik, ez a Rodrigo. Egy ideje ugye a Galatasarayt nézem a United mellett, de hogy mi van? Iwobi statjairól beszéljünk? Beszéljünk, sőt, én mindig nagyon szívesen beszélek Iwobiról. Hát ugye az mindenkinek megvan, hogy az Everton az kurva jó kezdte a bajnokságot, és voltak helyek, ahol már kikiáltották őket, mint bajnok esélyes, az egy kicsit elhamarkodott volt. Ez egy ilyen másfél-két napig élt, aztán jött az első bukta. Egy hónap volt azért. Igen, azért ott játszottak egy pár eleve kiesésre lendelt csapattal is, most viszont az utóbbi 7 meccsből ugye egyet tudtak megnyerni. És ez a hétvégén is így fog maradni? Nem biztos, de jó eséllyel egyébként igen. Ugye itt az Evertonnál azért sok változás történt, és láttuk például azt, hogy az ellenfelek nagyon hamar kiismerték azt, hogy James Rodriguez így védekezésben finoman szólva nem túl ügyes. Egyébként ez részben James Rodrigueznek is a hibája, hogy el kell dugni védekezésben, de egyébként, hogyha a számait megnézzük, így támadókhoz képest nagyjából egy ilyen átlagot hoz. Ugye Ancelotti őt úgy próbálta használni abban a 4-3-3-ban, amit elkezdték a szezont, hogy neki védekezésben elsősorban a baloldali közép hátvédet kellett lefogni, ő jött be jobb oldalról, és ugye próbálta valahogy lefogni a szélső felé vezető passávot, viszont hogyha például a jobb oldalon elvitték a támadást, és átforgatták utána a bal oldalra, akkor ő nem zárt vissza általában időben, és ennek meg volt ez a hátrány nyilván. Értem Ancelottinak is az elképzelését, hogy jobb, hogyha James előrefelé védekezik, mint amikor hátrafelé kell, mert az látszik is például azokon a mérkőzéseken, amikor ő már hátrébb kezdett védekezni, az látszott, hogy ott van benne szerintem az erőfeszítés, csak szerintem a játékot nem tudja olvasni kellőképpen védekezésben a labda nélkül, szerintem egyébként pont a United elleni hazai meccsen jött ki. És előjött egy játékrendszerváltás, részben szerintem ez volt ennek az ok, hogy álltátok 3-4-3-ra, jó, akkor legyen 3 belső védő és 2 szárnyvédő. Ez szerintem addig nem volt egy halva született ötlet, amíg legalább volt egy egészséges szélső hátvédőjük per szárnyvédőjük.
játékrendszertől függően, mert az Everton már az előző idényben is azért nagyon erősen épített arra, hogy a szélső hátvédjeik hozzák fel a labdát az ellenfél térfelé, és juttatják be azt a 16-osan belőle. Ezt valamennyien sikerült orvosolni az, hogy komplett új középpályát vásároltak, állán a védekezést meg tudja oldani. Dukoré pedig fel tudja hozni a labdát akár az egész pályán is. Még ugye ott van André Gomes, aki pedig hát ott van a pályán, és úgy passzolgat, de úgy egyébként semmit nem csinál. Viszont ebben a 3-4-3-ban így, hogy ugye Seamus Coleman után kidőlt Luka Digne is, hát azt láttuk, hogy Iwobi meg Tom Davis játszik szárnyvédőt. Ami nem feltétlenül alkalmas arra, hogy szélességet biztosítson egy csapatnak, és ez egyébként védekezésben is nagyon kijött, hogy ők egyébként nem tudnak helyezkedni. És az Evertonnak egyébként a támadó játéka még mindig nem néz ki rosszul, főleg, hogy ott van Richarlison is a pályán, és James Rodriguez azért még mindig osztogatja a kulcspasszokat, viszont az, hogy a közép hátvédei közül gyakorlatilag senki nem tudja felhozni normálisan a labdát, a szélső hátvédeik vagy szárnyvédőik közül pedig senki nem tud védekezni, azért egy ilyen nagyon furcsa elegyet alkot, amiből kijött ez a 7 meccsen alatt ott összesen egy győzelem. Ide, amit bekapcsolnék, egy kicsit a bulvárabb része, nem a mély, feltétlenül a mély taktikai része, hogy ugye ez az Everton lufi miért nőtt ilyen nagyra hirtelen és miért pukadt ki, mert hogyha visszanézzük az Evertonnak a, hát szerintem jó 10 évre legalább vissza lehet menni. Ez 2 évente van egy Everton lufi. Ahol mindig így azt mondják, hogy na majd most, mert ugye az előző szezon végét nagyon jól fejezik be, sőt többször volt az, hogy a második fél év az a liga top 3. Ez tavaly nem fenyegette őket. Tavaly nem, de hogyha visszamegyünk 10 évre, akkor 2-3 évente van egy ilyen, hogy a második fél évre megtáltosodnak, és majd a következő évadra jó lesz ez az Everton, és akkor mindig valami nagyon komoly mélyrepüléssel kezdték az első fél évet. Az igazolások szerintem azok olyan izgalmasok, hogy minden évben a jól kinéző embereket lesznek, hogy hú. És ez a következő lépés, hogy aztán egyre több és több pénz lett ott is, és akkor elkezdtek jönni a nagyobb nevek, meg aztán ez a csapat is elkezdett vonzó lenni, és aztán valahogy ez mindig megakadt. És most ebben a szezonban is azt látom, amit te is említettél, Pete, már korábban, hogy ugye megvan az alapkeret, volt egy alaptaktika, elkezdték, és valahogy ez a hurrá optimizmus rajtuk volt, hogy na akkor jött az eredmény, kieső csapat, többet tettünk mögé, nem baj, a következőt is megnyerjük, az is tovább vitt őket, majd aztán, amikor tényleg kilettek ismerve, elfogytak a játékosok, és így megakadt ez az egész gépezet, akkor ott tartunk, mint ahol egyébként megszokhattuk az Evertont mondjuk 5 évvel ezelőtt. Jó, azért az Everton ezen a nyáron tényleg jól erősített, és ezért is néztek ki jól, mert megfelelő posztokra hoztak megfelelő játékosokat, a krak az ott ütött be, hogy a két legfontosabb pozícióról kidőltek a játékosok, ugye a két szélső hátvéd, akiknek azért még most is nagyon nagy szerepe volt a sikerekben, főleg Luka Digne-nek azért az Everton játékosok. Én sokszor... akartam említeni, hogy ő rendkívül jó, került az... oda, jól szállt be az évek óta, és tényleg egy kiemelkedő hátvédje az Evertonnak. Bain Szóta szerintem az első, akit azt lehet mondani, hogy na, ő tényleg igazi kulcs Evertonos lehet. Hát az egy tipikus Everton támadás ebben a szezonban az volt, hogy James jön befelé a jobbról, átforgatja Digne-nek a bal oldalra, miközben Richarlison bejön középre, aztán Digne beíveli Calvert-Lewin fejére és gól. Most Digne nélkül ezt azért elég nehéz eljátszani, úgyhogy ebben is voltak problémák, de mondom, hogy főleg védekezésben vannak gondok, amikor már Iwobihoz kell nyúlni, hogy akkor ő legyen szárnyvédő, aki tipikusan nem, még csak nem is szélső, hanem szerintem egy ilyen félreértelmezett nyolcas, aki a védelemvonalak között tud mozogni, kis területen tudja tartogatni a labdát, és fel tudja hozni a labdát, de ő nem vonalszélső, aki megveri az ellenfelét, és beadja középre a labdát, pláne nem szárnyvédőben védekezni, meg annyira nem tud. Róla mindig a promo videó jut eszembe, amit csináltatott magának, az zseniális. Na, jó marketinges. Iwobi szóba kerül, akkor mindig az a jetskizős körbe. Jó, tudom, azt meg is osztottam persze a Nozon. Hát az olyan is lett. Mit gondoltok, hogy a XG Agenzben, tehát igazából aki amennyi minőségi helyzet engedett csapat, hány csapat van az Everton előtt? Tehát aki többet engedett, tehát aki rossz a védekezésben, mint az Everton. Szerintem hány csapat van ilyen a Premier League-ben jelenleg? Nem sok, de ha leveszed a kieső jelölt, meg a frissen feljutó csapatok ellen lejátszott meccseket, akkor még kevesebb. Tehát igazából akik előttük vannak, West Bromwich Albion, Fulham, Sheffield, és egy Leeds, akinek tudjuk, hogy a Leeds azért, mert mindenkinek enged pár helyzetet, mert emberre orientált védekezést, vagy emberfogás játszanak, és abból mindig van helyzet. Szóval egyből ők jönnek a következőben. Én azt érzem, hogy a legnagyobb probléma itt nem a támadással van, mert a Calvert-Lewin ott van, jó formában van, tényleg Richarlison megcsinálja a cseleit, Hamez addig ez kiosztja a nagy labdáit, ott lesz hely, meg van hely is, mert megcsinálják maguknak, megkapják a labdákat, és Calvert-Lewin még be is fejezi, ami egészen furcsa mostanában az Evertonnál, de ettől függetlenül az, hogy a védekezésben egy Jerimina, Mason Holgate, meg Michael Keane van hátul, azért az nem egy életbiztosítás, és nagyon erősen kijön.
Hát sőt, inkább pont fordítva, az az Everton, amit ott hátul látunk, csak ezek az igazán jó nyári igazolások, meg mondjuk Ancelotti kicsit előhúzott egy korábbi emlékéből, még egy jól menő Chelsea is, vagy Milános korszakából valami szépet itt a támadójátékra, és szerintem az az igazán extra, amit itt most nyújt előre. Tehát az, hogy ott van az Everton ennyire hátul mondjuk az XGA-val, vagy elől, bocsánat, mert itt elől a tabellán, és itt tartunk, inkább az annak a szépsége, hogy előre tudtak szintet lépni. De valaki fog lépni ebből a masszív középcsapat szerepből az Everton, mert hát gyakorlatilag az ötödik helynél. Hát amíg Kloppot nem igazolják. De nem kell új házat nézni. Egyébként azt furcsánom az Evertonon, mert hogy amit mondta, hogy igen, masszív középcsapat, mert nem nagyon esnek ki, nem nagyon mennek előrébb ötödik helynél, viszont itt az elmúlt szezonokban azért mindig volt egy feljutó kis csapat, vagy egy majdnem kieső kis csapat, aki nagyot tudott lépni és ott lenni mondjuk a top 6-7 környékén, akit egyáltalán nem vártunk oda, míg ameddig az Everton mondjuk egy masszív középcsapat nem tudott belépni és bezavatni a nagyokhoz. Az Everton a régi Arsenal. Akkor jöhetne Moyes lassan. Állítólag már most is ül a kispadon, ugye a Spanish David Moyes, ahogy mostanában szoktak rá hivatkozni. De egyre rosszabb, de tényleg. Nem, az Emery volt. Egyre rosszabb. Klasszikus is volt. Egyre most rosszabb. A Spanish Louis van Gaalnál tartunk mostan. Megvárjuk a mi José Mourinho-nkat is remélhetőleg. Utána megjön a Solskjaerünk, úgyhogy azért készüljünk fel. Na, a Solskjaerről óvatosan. Készüljünk fel. Most kapod rendesen a Real szurkolóktól, mert nem bírsz magaddal. Nincs itt Arteta. Nem, ma Artetáról nem, Arzenáról ma nem beszélünk, mert mi is miről igazából. Viszont beszélünk az arzenálosok körében a hát, kedvenc csatárunkról, Harry Kane-ről, mert hogy sokadjára mutatta már be amatűrhő parasságát egyet a sok közül, ami van a drága jó Harrynek, csak hát ugye angol lévén azért annyira ezért nem kezdi őt ki a média, főleg nem a Szigetországbeli, hát ugye most összeáll is állítottak, hogy nem tudom, a videóban csak az idei ilyen aláfutásai vannak, amikor ugye fölugrik a játékos, hogy fejjel megjátsz a labdát. Igen, fejjel megjátsz a labdát. Most miért zavarsz bele, ezt sem tudom elmondani. Na mindegy. Szóval, hogy drága Harry meg alászalad úgy, hogy mindenféleképpen az ember éppen, hogy ne essen nyakra. Most ugye kérdés az, hogy ez így mennyire szép dolog. Erre viszonylag tudunk egy nagyon egyértelmű választ adni. Nem az. Nem, semmiféleképpen. Nagyon jól egyébként kéz-kézben járt, tehát hogy így át lehetett venni, mert mikor volt? 1-2-3 szezonnal azelőtt, hogy a Pochettino kollégának volt az a Pochettino! Tudom, direkt Pochettino-nak mondom, tehát hogy de abban még ugye nem tudtunk megegyezni, hogy Sanlehi vagy Sanyeli. Hát már mindegy. De most már nem mindegy, kell. Tehát hogy Pochettino kollégának volt az a híres nyilatkozata, hogy simán edzésen is tanítjuk a mi gyermekeinket mindenféle disznóságokra és parasságokra, meg olyan dolgokra, amit így könnyen el tudsz kerülni, vagy úgy Hát de Pochettino argentin, hát mit vársz tőle? Igen, hogyan verd át a bírót, hogy ne vegyen észre? Tehát ugye Pochettino mindig azt mondják, hogy ezt a Bielsa féle iskolát követi, aki meg Menottiból merítkezett, de hát azért Pochettino elnézett valamit Zubeldiától is, akinek az Estudiantes-e annak idején, hát a legmocskosabb csapat volt a világon, hogy finoman fogalmazzak, tehát ezek az argentin gyökerek, a mocskos argentin gyökerek ott vannak benne is. És ezért volt furcsa egyébként, hogy biztos mindenki látta meg, szerintem már ebben a műsorban és hivatkoztunk az amazonos dokumentumfilm, amikor minden részben José elmondja legalább háromszor, hogy gyerekek, az a baj veletek itt a Tottenham, hogy túl jó fiúk vagytok, vagy túl aranyosak vagytok, de ez nem igaz. Nem igaz, mert Pochettino alatt egyébként a Spursnél volt a legtöbb ilyen alattomosan begyűjtött sárga lap. Főleg, amikor hátrányba kerültek, tehát onnantól mocskos favágásba mentek. De tényleg mocskosba. Tehát ez nem igaz, hogy a Spurs az egy ilyen jó fiú csapat. Igen, pont akartam, hogy kicsit kiléptünk a United szerepből. De tényleg mocskos. De ezt mondhatom állatok. Én is, és akkor nem idegen a testszerep, tehát a mi nyugat-londoni rangadóink is a Tottenhammel azok folyamatosan ilyenek voltak. Voltak olyan, mert csak rendesen sajnáltam. Hát ugye az a híres 2016-os mérkőzés, a Stamford Bridge, ugye Stamford Bridge-i csata, amikor a Leicester megnyerte a bajnokságot, és pont az a Chelsea győzelem kellett akkor, hogy a Leicester döntetlen, bocsánat, és akár az Spurs... Igen, egy győzelem felírő döntetlen, hát pont a Spurs játékosnak annyira elborult az, hogy gyakorlatilag mészárlást rendezte.
ilyen kicsit megtolatlanul maradt, hogy három piros lapot kellett volna kiosztani, tehát ez megvolt. Mourinho szerintem kicsit abból merítkezett, hogy azért az angol sajtóban ez nem így volt előadva, vagy milyen alattomosak tudnak lenni a Spurs játékosai Pochettino alatt, hanem hogy ezt elhallgatták. És akkor Mourinho pedig úgy gondolt, hogy ezek ilyen jó fiúk, nyilván azért valamilyen szinten ő is látta, hogy ez nem így van, de ez egy ilyen érdekes ellentmondás volt, hogy szerinte az volt a baj ezzel a csapattal. Nyilván nem láttuk a többi részét, hogy valójában mik hangzottak el az öltözőben, de ez nagyon sokszor előkerült például ebben a műsorban. Miközben azért Harry Kane-ből azért látjuk, hogy ott van benne az állat. És ebben tényleg ez az érdekes, hogy láttuk például Son esetében is, amikor egy kétszer is kiállították az előző szezonban, és még másodjára is elhangzott az, amikor gyakorlatilag egy brutális lábtörő mozdulatot adott elő, hogy hát... De Sonny nem olyan fiú. De ő nem olyan. Ő nem így gondolta, ő nem ilyen játékos. És de... hát, mert neki aztán tényleg babarca van a gyilkos kilétéhez. Tehát mind a két szabálytalanság, ugye az előző szezonban, ami ugye piros volt, az ilyen, na. Hogy Son nem olyan játékos, azt most írta két napja a Galambos Dani, hogy olyan apja volt, hogy 4 óráig kellett tartani a labdát két lábbal. Tudti, nem szólt bele semmiféle szadizmus. Vajon honnan jön ez a frusztráció, amilyenkor kijön belőle? Nem értem. De ez az angol sajtóban azért vannak olyan csapatok, akiket szeretnek ilyen más fényben feltüntetni, ilyen a Tottenham, ilyen a Liverpool persze, egyébként. Ez az angol Janeknak sajtó. A mániája. Ez a Liverpool, azt nem lehet. Az a mindenkinek a szenvedés. Hát nem is lehet. Ön sajnálkozó. Ja, egyébként sajnáltam, hogy nem tudtalak így betárcsázni téged, mint végre Vágó István. Végre valaki már bele a Janekba. Gyerünk már, annak lesz nézettsége. Na ezért is lenne jó egyébként majd, amikor te rátérsz, akkor Janekot hívom el. De egyébként a United is ilyen volt még Fergie idejében, tehát ezt se hallgassuk el, még minden csapatnak volt egy ilyen időszaka, az alzánát azt nem szerették soha. Ezt így elmondhatjuk. Hát hagyjuk is, nem, hogy az 50. meccsen milyen jó sikerült az eredeti a Unitednek. Eredeti... Tehát nyert a csapatodat, tehát nem. Ja, így van. Hát, teljesen jogos, tiszta játékkal, sportszerű. Visszatérve az eredeti kérdésre, hogyha erre szeretnél választ kapni, akkor ez mindig is egy ilyen, legalábbis amennyit én láttam, hogy ez a rámászott a hátára, vagy befeküdte alá kérdés, ez mindig is ilyen megosztó volt. De hát ezt ugye más sportokban büntetik. Hát valahol tehát, meg pontozzák ki ponnal. A rugbyban büntetik, az amerikai focit túl sokat nem nézek, nem tudom, lehet, hogy ott is büntetik, tehát ez az nem, ezeket a pont az ilyen levegőben, így ugye az egyensúly megbillentésére, és ugye ez a nagyon veszélyes esésekre irányuló mozgásokat. Hát kitöretted a nyakodat. Egész konkrétan. Én itt lepődtem meg egyébként úgy, hogy nagyon sok szabálymódosítás volt itt az elmúlt években, és ugye még mindig nem sikerült mindent a helyére tenni, de nagyon sok fontosabb volt, hogy hol van a hónaljad lesz helyzetben. Pont ezt akartam mondani, hogy mennyire árnyolni kell mondjuk a kéznek az esetét, meg a lest, meg hogy és miként. És például pont ezt az egyértelmű szituációt, mert itt például pont Harry Kane-nél szerintem nem kérdés egy, tehát otthon a kanapénból ülve, és látod, hogy ő arra irány. Mert egyszer lehet, hogy véletlen. Kétszer. Jó, hát nem figyelt oda. Háromszor meg négyszer, hát ne szórakozzunk már, és tényleg az, hogy ugye mindig történik valami látványos eset, ami után megint csak az angol sajtó fel tud háborodni, hogy micsoda brutalitás történt, és hát ez nem mehet így tovább. Lásd Van Dijknak az esete, mert most a Liverpool az angol sajtó kedvenc, és ott fel kellett háborodni, de majd itt is felháborodnak, hogyha egyszer Kane kitöri valakinek a nyakát, mert persze nem úgy gondolta, de megint csak az a baj a szabályok, hogy mindig arra nem figyelnek csak, igen, hogy a játékosoknak a testi épségét óvjuk meg. Tehát mindenre figyelnek, csak erre nem. És ez már nem tudom hány éve probléma. Ugye a Wenger nagyon sokszor előjött ezzel, nyilván ki lett rögve, hát puhány a csapata, meg puhány az Arzenál. Aztán csak jött Guardiola is ezzel. Aztán... Hát most a Klopp is itt van, ugye ugyanezzel, vagy naptára, mi van, öcserével, mi van. Klopp is a második szezonjában, azért minden olyan új edző, aki ide bejön a Premier League-be, az első, második szezonjában erről azért említést tesz. Ez tök egyetértek a Pittel, szerintem ez addig így lesz, amíg valakinek egy csigolyája el nem törik, vagy valami olyan nem lesz, még kórházba nem kerül, és azt mondja, oké, rendben. Teszem hozzá azért, nézd meg a Raúl Jiménez-nek, eltört a koponyája, és közben akivel csattant a David Luiz, az végigjátszhatta majdnem az egészet. El se küldték semmire. Mondjuk ez merőben egy más szituáció szerintem. Egy összefejelés. Én nem azt mondom, nem a szándékosság, hanem protokoll. Miért maradhatott a pályán az a játékos, akinek valószínűleg ugyanúgy valami problémája van, hogyha másnak eltört a koponyája ebbe az ütközésbe, vagy legalábbis vizsgáljuk már ki, ne azt, hogy ránéz a bíróska, azt mondja, hogy jó vagy? Persze, jó vagy. Közben nem a végefejé. De Luiz tipikusan az az eset, hogy üssed nyugodtan a fejét, tehát. Sérülni nagyon nem fog. Egy ismerősömmel beszélgettünk erről, és ő például szerintem tök jó ötlete volt, hogy az a játékos, akinél fejsérülés gyanúja elfönt, tehát hogy megszédül egy kicsit, vagy a fejére kapott valakit, akkor őt
függetlenül attól, hogy tényleg vagy rászkódása van-e, vagy baja, vagy nincs, le kéne hozni, le kéne cserélni, pontosan azért, hogy vigyázzunk a Még azon ennél még puhább is lehet mondani, mert ott van az amerikai foci említetted is példaként, ott ugye ez történik, egy független szakértő megvizsgálja a játékost, és azt mondja, hogy visszamehet, vagy nem mehet vissza pályára. Ha nem, akkor megvan egy protokoll, ami végig kell menni, hogy hány nem hova léphet újra pályára. Ugyanezt be kéne vezetni, nem egy túl bonyolult dolog, ez a premiérnek van pénze arra, hogy valaki ott álljon és megvizsgálja, hogy bele. Nem is feltétlen ez a gond, mert nagyon sok a felkapott csapatjáték, főleg labdajátékoknál, de sorolhatnám kézilabdát is, vízilabdát is, kosárlabdást is, ahol felgyorsult a tempó, ahol több a fizikai kontakt, egyre több helyen kerül elő az, hogy egyre durvábbak a játékosok, és egyre többet meg jobban kéne szankcionálni ezeket az ütközéseket. Nem azért, mert szándékos, hanem tényleg a sebesség meg a mozdulatgyorsaságok miatt nagyon veszélyes tud lenni. Főleg, hogyha van egy sutyó paraszt Harry Kane-ünk, aki még alá is tesz ennek az egésznek, abból aztán meg pláne lehet gond. Harry egy remek focista, de otthonra nem kéne. Na, maradjunk ennyiben. Nem biztos, hogy jól kijönnénk. Na. Jó, de azért nem tudom, kinek fog szurkolni majd az EB-n, a magyarokon kívül természetesen. De ettől függetlenül azért, ha mindenki angol szurkolok, azért nagyban örül, hogy azért egy ilyen általadok tűrő parasznak emlékezett ember azért ott lesz a 9. Figyelj, nálunk, ameddig Diego Costa volt, addig azért szerettük, mert a mi sutyunk. Hát a Suárez is volt a Liverpoolban, hát szóval ez tudok mesélni erről, igen. Nagyon sok ilyen párhuzamot még fel lehet. De azért szerintem a Kane azért nincs ezeknek a szintjén. Nem. Sunyin csinálja. Szerintem rosszabb, mert alattomos. Igen. A Costa legalább nyíltan volt egy fasz, a Suárez is legalább nyíltan volt egy kevésbé volt alattomos, láfanyosabban volt fasz. Ha jó vagy, legyél nyugodtan nagyképű, legyél nyugodtan fasz. Lásd, Thierry Henry egy büdös nagyképű mocskos köcsög volt a pályán, de hát ugye volt mire. De az alattomos az tehát ott pont átbillen az a dolog, nincsen rá szüksége. Tehát nincsen ilyen dolgokra szüksége, sem Harry Kane-nek, sem a Tottenham-nek ahhoz, hogy nyerjék a meccseiket. Ugye most a legutóbbi eset az pont ugye ellenünk, hogy éppen Gabriel törte ki majdnem a nyakát. Jó, csak nem ezen volt a mérkőzés. Nézzük a másik oldalát, amikor Lallana alá ugyanezt megcsinálta, kapott egy 11-es csapata, amit berúgott, és mondjuk, hogy hát miért lenne szüksége rá, hát kell neki a gól, ő minden megengedett helyzetet. Azt mondjuk, hogy Harrynek mennyire kell a gól, az szóval arról hallottuk már sztorikat, hogy még képesek a csapattárstól is elmenni. Na jó, de ebből a szempontból itt az alattomaság például, akkor mondjuk én Bruno Fernandeset tudom bírni azért a dobálózásért, meg a szabálytalanság keresésért. Igen, a Jaggilis meg ugyanez a helyzet. És sorolhatnék még neveket, csak azért akartam, mert őt ugye említettük, tehát hogy ez az alattomaság, független attól, hogy mondjuk ez fizikailag ugye veszélyezteti a másikat, vagy egész mondjuk játék kimenetel szempontjából, én azt nem tartom gerinces férfi jellemnek, már pedig ha sutyó vagyok, legalább vállaljon föl széles vállal, hogy sutyó. Én azt mondom, mint United-es, szurkolja az Arsenalnak, ott nincsenek ilyen dolgok. Nincs nem is semmi. Focizunk, nem is köcsögösködünk, nem is nincs semmi. Nincs most. Foci. Hát volt őszre jutott 6 meccs az Európa Ligában, ahol lejátszottunk 6 győzelmet, megrúgtunk 20 gólt és kaptunk 5-öt. 80 csapatból az egyetlen 100%-os. Európa urai. Hát könyörgöm. Az Európa Ligára ment. A Bajnokok Ligája győztes, idén az Arsenalval. Halálcsoportot simán megkaptuk, és 6 győzelem. Pihented a bajnokságban az Európa Ligára, Ártéta egyértelmű. 6 győzelem. Hát kevesebb meccset kell nyerni a BL induláshoz. Kérlek. Egyszerű matek a sztori. It's mess, pure mess, csak hogy miket idézzem. Tényleg, hát ez van, mondom, írtam már héten is, szurkoljatok az Arsenalnak, unatkoztok. Na, befejeztük, ennyi volt már a... Eleget mocskolódtunk. Van még valami finomság, biztos, történt valami még a héten. Pozitívumot tudok mondani, csak hogy így legyen jó része is de a műsornak. Persze. Bruce James ugye 21 éves lett, és közölt a szurkolókkal, játékosokkal, mindenkivel, hogy nem szülinapi ajándékot kér, hanem a étkeztetésre létrehozott egy alapítványt, és több mint 120 ember ételére gyűjt fejadagra. Igen, ha már össze. Beszéltünk köcsögökről, akkor beszéljünk ilyenről. Hát most is. Ez az új, úgyhogy ez a divat az angol. De legyen ez a divat. Igen, tehát, ez egy jó divat.
Én legyen. Szeretném azt látni, hogy, hogy Rashfordtól kezdve Reece Jamesen át nagyon sok fiatal, angol, nem angol, igenis odafigyel arra, és rengeteg mindent áldoz azért, hogy a nem olyan helyzetben lévőkön tudjon segíteni. Szerintem ez egy gyönyörű szép szülinapi adék, vagy gesztus volt a részéről. Egyébként azt mondom, hogy Özilnek az útja leginkább szerintem így vezetett vissza az Arzenálba, hogy megpróbál ilyen Közép-Európában földbe állt sportpábokat támogatni a heti fizetés. Esetleg tudsz erre egy jó ötletet? Mert Twitteren megírhatjuk neki. Viszont megkérhetünk mindenkit, hogy mindenki tegelje már be légcímes utat. Minden egyes nose posztal. Nem, ezt egyébként... Ez a Mesut nose lesz innen, hashtag Mesut nose. Utolsó csapásnak tartom, hogy fölveszünk egy videót, amin Mesut Özilnek könyörgünk, hogy adjál már egy kis pénzt, mert jó, jó mutatna az önéletrajzodba. Egy kis segítség, jó. Hát egyébként nekem is van jó hírem, azt mondjuk el, mert ennek tökre örültünk, nem csak így mi négyen, hanem úgy kollektíve, mint a Box to Boxnak a szerkesztősége, hogy kurva jó számadataink vannak, és ezt azért köszönjük is meg a főnként a hallgatóknak, vagy a nézőknek, YouTube-on, meg Spotify-on. Nagyon pörgünk, hát az olvasásból egy kicsit visszavettetek az első heti nagy felindulásra, de a többi számaink nagyon jók, nagyon köszönjük, úgyhogy most már tényleg egyetlen egy dologra várunk, hogy tényleg be legyen állítva az a kurva kártyás fizetés az oldalunkon, és akkor elindulnak az előfizetések a Box to Boxon addig is. Karácsonyra mindenkinek ezt kell ajándékozni. Igen, a saját magának igen, is, igen. 8 másik embernek is a lakáson, meg a társasházon belül. Mindenki hozza magával még egy ember. Na, és akkor innentől kezdve működik. Hát ez a üzen, majd küldjük a szerződést aranymappában. Pontosan. Jó van, gyerekek, köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük a hallgatóknak is. Mindjárt vágom a műsort, és kerül is ki, úgyhogy jövünk a jövő héten is. Iratkozzatok, csatlakozzatok, nézzétek. Olvassatok. Olvassatok, igen. Újra kezdjetek el olvasni, ne csak az pontosztásokat az Arzenálnak a szarmeccsei után, mert azok nagyon mennek valamiért, ezt az Arzenálosok szeretik, de hát én már ugye, mint United szurkoló. Utóiratként hozzátenném, hogy hallgassatok rám, hogyha az a kérdés, hogy mi lesz a meccs vége, hogy megmondtam előző héten is, hogy nem kell félni, tehát nem tudod Arzenálosok. De tényleg sima egyébként. Sima 2-0. Jó, mondjuk nem csak, gondolom, hogy átlítás nem félre igazad ennyire, volt, igazad volt, a... csak az ismeretlentől kell félni. Tudtuk, hogy mi lesz. De, akkor... de tényleg ugyanaz is történt, mint gondoltuk, de hát... Kérek egy tippet a Burnley ellen. Hát ott egyértelműen behúzzák. Ó, hogy az jó. De nem, lesz a hétvégén egy nagy mérkőzés, nem? Valami... Fulham Liverpool? Nem, valami északi bunkók játszanak. Ne, majd ezt Rangers a Celtic-kel vagy? Nem. Az a United a szerkesztő megmondja. A csapatom, meg az a csapat, akik állítólag azt mondják, hogy többen vannak. A hangos szomszéd. Többen vannak Manchesterben, mint mi. Tényleg, majd egy zárásként mi lesz? City United lesz? United City. United City lesz. Az jó lesz, szerintem. Hát most bajban van a United. Valakinek nagyon fog ez fájni. Bajban van a United, jön fel a City, maga biztosan nyerték meg az utolsó két mérkőzésüket. Hát egy fix 1-0. Ez fix 1-es. Ha a Solskjaert nézzük, hogy Tuti most megmenti megint magát. Igen. Szóval. De egy jó X, én annak örülnék. Na, akkor elköszönök még egyszer, jó? Köszönjük, itt voltatok, köszönjük a hallgatóknak is. Jövő héten érkezünk. Puszi, sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok.